Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, meghívlak, hogy Jóisten dicsőítésére énekeljük a 36-os számú énekünket, az üdvös adventi énekeskönyvből 36-os számú énekünk. Szeretném megkérni a technikusokat, hogy a 130-as énekünket vetítse ki. Kicsi nyáj, ó, ne csüggedj el. 130-as számú énekünk. Jesus, so much never.
köszöntöm a gyülekezetet. A ma délutáni alkalomnak az a címe, hogy teremtés vagy evolúció. Melyik? Ez egy olyan prédikáció, ami nem tőlem ered. Ez 1899-ben egy imahétnek a záró alkalma volt, és én mikor elolvastam, annyira hatott rám, hogy amikor István felhívott a héten, megkérdezze, ha tudnák-e jönni, ez volt az a gondolat, ami egyből beugrott, és tudtam, hogy erről kell itt beszéljek. És arról fogunk beszélni, egy kicsit átgondoljuk, hogy mi az evolúció, és aztán megtudjuk, ha mi azok vagyunk-e. És itt egy kis fogalmi meghatározás. Ha azt fogom mondani, hogy evolucionista, az alatt azt értem, hogy olyan személy, aki az evolúcióban hisz, és hogyha nem fogom mindig azt mondani, hogy teremtésben hívő, hanem azt mondom, hogy kreacionista, az alatt azt értem, hogy olyan személy, aki a teremtésben hisz. A meghatározások, amiket itt használtak, az 1900-as évek elejéről származnak, de mivel ez egy akkor virágzott, és akkor volt felfedezve ez az új elmélet, irányzat, ezért szerintem relevánsak ma is. Így szól az evolúciónak a meghatározása. Az evolúció az az elmélet, ami megmutatja a Föld haladását, mint egy fokozatos változás a határozatlan vagy nem létezőből a határozott vagy létezőbe, az egységesből a változatosba, és amely elfogadja ennek a folyamatnak az okát, mint a világban magában lévő erő, amely így elváltozik. Tehát az evolúció azt tanítja, hogy ami van, az határozatlan volt, nem létezett, határozott lett, és hogy ez lett, ez saját magában van. Így lett változatos, és az erő, ami ezt véghez vitt, az a dolgokban benne van. Így is fogalmazhatnánk, hogy az evolúció szinte rokon értelmű a haladással. Átváltozás az alacsonyból a magasra, a rosszból a jóra. Így a haladás előre mutat egy emelkedett értékre a létben, ahogyan az érzéseink megítélik. Figyeljük meg nagyon jól azt a gondolatot, hogy ez a változás, ez a haladás a világban magában van, a dolgok egyre jobbak és jobbak lesznek saját maguktól, és ennek mi az oka? Az, hogy ez bennük van, ez az erő, ami hajtja őket. És honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy ezt érezzük. Jobbnak érezzük azt, ami van, annál, ami volt. Haladás történt, mert úgy érezzük. Itt az érzések határozzák meg azt, hogy hogyan is állunk. Minél inkább megismerjük az érzéseinket, és tudjuk azokat szabályozni, annál inkább el tudjuk azt mondani magunkról, hogy fejlődünk, a rosszról a jóra, vagy nem. És most vetítsük egy kicsit le a hitéletünkre. Ha bármi köze van az érzéseinknek ahhoz, ahogy megítéljük, hogy hogy állunk a hitéletben, ha a rosszról a jóra való változásban az érzéseink határozzák meg, hogy most jól állunk, vagy rosszul, amikor jól érzem magam, akkor jó hívő vagyok, amikor nem érzem jól magam, akkor nem vagyok jó hívő. Ha ez a mi tapasztalatunk, akkor minek vallhatjuk magunkat? Ha így látjuk, hogy így megyünk a hitéletben, akkor mik vagyunk mi? Nem kell megválaszolni számomra, mindenki legyen annyira őszinte és nyílt magával, hogy saját magának megválaszolja ezt a kérdést. És hogyha evolúcionista, akkor vállalja fel, mert ez az alkalom egy segítség akar lenni, hogy keresztényként távozhassunk innen, hogyha úgy jöttünk, hogy a fejlődésben az érzéseink határozták meg azt, hogy hogy állunk. Nem számít az, hogy mióta adventista valaki, ha az érzései határozzák meg azt, hogy mennyire van elől a hitéletben, akkor röviden és tömören ő evolúcionista. És az egész vallása, bármennyire fáj ezt elismerni, puszta beszéd, látszat, tények nélkül, egy forma, egy formaság erő nélkül. Nézzünk egy másik szempontot, hogy lássuk, hogy az evolúcionizmus az hitetlenség. Mert aki evolúcionista, az hitetlen. Az evolúció keresi a választ olyan kérdésekre, hogy honnan származunk, honnan keletkezünk, honnan jöttünk létre,
És segít abban, hogy helyreállítsuk az ősi érzéseinket, vagy az ősi érzékenységünket a természet felé, mint a mi atyánk és életünk forrása. Ez ugyancsak egy evolucionista meghatározás vagy feltevés. Mi segít ennek az elméletnek a híveinek ebben, hogy ezt meg tudják határozni? Biztos, hogy hallottuk és ismerünk olyan leleteket vagy mondásokat, hogy ez a csont vagy ez a kő, ez több száz, több millió éves. Ez az, ami segíti az evolúciót, hogy hihető vagy bemagyarázható legyen az embereknek. A fejlődés annyi időbe telik, amit nem lehet megszámolni. Nem tudom, ki az, aki egy emberöltőt végig tud gondolni, most így az elkövetkezendő legyen az 60, 40, 20 vagy 80 év. Ezt is elég nehezen tudjuk levetíteni mondjuk azt évekre. Most tegyük ugyanezt meg 10 millió évvel, 100 millióval, 1 milliárd évvel, és ott tartunk, hogy fel se tudjuk fogni. Abszolút nem tudjuk meg se közelíteni azt, hogy felfogjuk. És a fejlődésben van egy olyan dolog még, ami a véletlenszerűség elvén alapszik, az, hogy ez hullámzó. Nem mondhatjuk azt, hogy elindultunk lentről, és biztos, hogy feljutunk. A fejlődésben benne van az a rizikó, hogy nem folytonos és egyenletes. Néha szép és arányos, máskor pedig teljes káosz. De mikor megint káoszba fulladt, akkor ismét elindul a jó felé, a rosszról, a jóra. Ezt, hogy szemléltessem egy nagyon egyszerű példával, gondoljunk bele, tudjuk-e azt ellenőrizni evolúció elméletén keresztül, hogy jutottak ide a békák? Tudjuk-e azt, hogy tudom, hogy undorító állat és furcsa példa, tudjuk-e azt, hogy ezelőtt mondjuk 2 millió évvel a békák nem vettek egy zsákutcát, és nem kezdett el hat szemük lenni kezek nélkül, vagy lábak nélkül, vagy a szívük helyén a májuk legyen, vagy ilyesmi, nem tudjuk leellenőrizni. Lehet, hogy a békáknak volt egy ilyen zsákutcája, aztán mikor már oda jutottak, hogy alig maradt valami, nagyon elromlott, akkor megint elindult a jóra. Levetítés a hitéletre. Milyen a mi utunk? Egyszer fenn, egyszer lent, felmegyünk, aztán lemegyünk, feljutunk, aztán lejutunk. Egyszer van erőnk arra, hogy jót tegyünk a jó cselekedetekhez, amik Istentől vannak, aztán utána teljes letargia, vége mindennek, semmi nem működik, mert úgy érezzük, hogy minden tönkrement és minden rossz. Egy hosszú életút, amelyet ez jellemez egyszer fent, egyszer lent, egyszer fent, egyszer lent. Ez a hitvallás jellemez minket? Ilyen a mi hitéletünk mostanáig? Mik vagyunk mi akkor? Néha minden nagyon magasztosan érezzük Istennek a jelenlétét, és tudjuk, hogy itt van, tudjuk, hogy körülvesz, tudjuk, hogy az ő cselekedeteit cselekesszük, és visszük azt a tervet, amit ő jónak lát az életünkben. Máskor pedig azon veszük észre magunkat, hogy mit keresek én itt? A bűn vesz körül, a bűnt teszem, semmi közöm Istenhez, hogy mehetnék Istenhez? Nincs semmi jó az életemben. És aztán jön az a gondolat, hogy nem számít, mindent félreteszünk, megpróbáljuk újra, újra neki megyünk. És így ezt a folyamatot hosszan mindig folytatjuk, 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 és itt vagyunk. És visszanézünk az egészre, és azt látjuk, hogy némi fejlődés van. Úgy gondoljuk, hogy fejlődtünk, és azért gondoljuk így, mert úgy érezzük, ezt próbáljuk a tapasztalatunknak mondani, ez az, ahogyan haladunk? Legyünk őszinték, ha ez a valóság, akkor evolucionisták vagyunk. Nem kell ítélkezni, őszintén be kell vallani magunknak, és ez az alkalom segíteni fog. Van egy út, ami segíthet kiszabadulni. Egyetlen egy út. Az evolúció tagadja azt, hogy létezne bármiféle teremtés is. Mert ami létezik, az egy állandó, ami állandóan csak átalakul.
egyszerűen az evolúció elmélete kizárja azt, hogy bármiféle teremtés is legyen. És itt jön be az, amit valószínűleg sokan megtapasztaltunk, amikor mélyen magunkba nézünk, és keressük az elvet, ami vigyen minket előre a hitéletben, amely segít abban, hogy a rossz, bűnös életből eljussunk a jó és szent életbe. Keressük ezt a fejlődést hajtó elvet, amit tennünk kell, hogy üdvözüljünk, hogy a mennybe jussunk, és azt gondoljuk, hogy ez bennünk van, és ha sikerülne jól munkára bírni, elég sok ideig felügyelni, kordában tartani, és amikor jól megy, kijönne az eredmény, ha így látjuk, akkor nem vagyunk mások, mint evolucionisták. Ha az elvet, ami üdvözít, magunkba keressük, hogy mi kimunkáljuk azt a jót, munkára bírjuk úgy, hogy működjön, magunkban keressük, akkor mi evolucionisták vagyunk. Az evolúció azt tanítja, hogy nincs teremtés, minden magától és saját magából van, és ami ezzé tette, az is benne van, és ez elég mindannak a létrejöttéhez, ami van. Ez badarság. És azt mondjuk, hogy nem, mi nem ilyenek vagyunk. Mi hiszünk a teremtőben, hiszünk a teremtésben. Nagyon jó. Így akkor ezek szerint nem vagyunk evolucionisták. De bejött egy újabb teista evolúció, ami próbálja a kettőt ötvözni. Ez is abszolút hitetlenség és semmi köze a hithez. Amikor azt mondják, vagy próbáljuk azt olyan kompromisszumot kötni a kettő között, hogy Isten teremtett, és utána fejlődött. Ezek olyan keresztények, vagy olyan emberek, akik hiszik azt, hogy igenis Isten megteremtette azt, ami van, valamilyen formában, és aztán ez fejlődött. Hogy csúnya szavakkal éljünk, Isten kibocsátotta az anyagot, az univerzumot, és azt mondta, hogy na, itt vagy, elindítottalak, most már kezdjél magaddal, amit akarsz, fejlődj oda, ahova akarsz. És aztán magától ez lett, ahol mi vagyunk. Ez egy olyan elmélet, ami egy leplet képez, mert nincs félút az evolúció és a kreáció között. Nincs köztes kompromisszumi lehetőség. Abszolút nincs. Valószínűleg tartom, hogy ezt mi nem hisszük, de vetítsük le a hitéletünkre. Hisszük azt, hogy nekünk Isten megbocsát, elindít a jó úton, aztán jön a mi munkánk, amikor félünk és rettegünk, és ki kell munkáljuk a megtérésünket. Sajnos vagy se, ebbe beleeshetünk. Félünk, rettegünk állandóan, de nem munkálkodunk, mert Isten nem dolgozza bennünk állandóan mind az akarást, mind a véghezvitelt, ami megvan írva a Filippi levélben. És hogy térjünk rá a dolgok pozitív oldalára, a kreacionista nézőpontra, keressük meg a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 3. versét, és olvassuk el, hogy mi van itt megírva. Zsidókhoz írt levél 11.3. Azt találjuk itt, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéd által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Egy kis magyarázatot szeretnék hozzáfűzni. Itt a láthatatlan szó más fordításokban úgy jelenik meg, hogy olyasmi, ami nem létezik, nem láthatatlan, hanem olyan, ami nincs. És ezt akarja kifejezni az ige számunkra, hogy hitáltal értjük meg azt, hogy amikor Isten szólt, Isten teremtő ereje a szavában benne volt, akkor amit most látunk és létrejött, az nem volt, semmilyen formája nem volt. Nincs arról szó, hogy volt valami, ami átalakult ezzé, ami lett. Nem volt és lett. Isten szava ilyen. Ilyen volt a teremtéskor, amikor ő szólt, amit mondott,
az lett. Azt úgy kell kezeljük, mint ami van. Nem volt, de lett. Nem létezett, de most már létezik. Isten szava ilyen volt. Ugyanezt a gondolatot találjuk meg a Zsoltárokban, a 33. Zsoltárban, a 6. és a 9. vers között, ahol ugyanez a gondolat jelenik meg. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregök. Mert ő szólt, és meglett, ő parancsolt, és előállott. Kérdezem én, mennyi idő telt itt el? Isten szólt, és eltelt 1000 év, és meglett. Ő parancsolt, és eltelt 1000 év, és előállott. Ezt olvastuk? Nem. Isten szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállt. Ilyen az isteni szó, ilyen az, amikor Isten szól. Ez a teremtés. Nem fér idő a kimondott íge és a valóság közé. Lássuk, hogy legyen eléggé egyértelmű. Lapozzuk a Bibliánkat az első fejezethez, és ott keressük meg, hogy hogy is volt ez a teremtés. Elevenítsük egy kicsit fel. A 3. versben. És mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. Mennyi idő? 1000 év, 1000 nap, 10 nap, 5 nap, 1 óra, 1/2 óra, 1 másodperc. Hogy képzeljük így? Isten szólt, és aztán az atomok, vagy az anyagnak a legkisebb részei elkezdtek összevánszorogni, hogy na most már alkossunk valamit. Nem! Isten azt mondta, legyen világosság, és lőn világosság. A 6. és a 7. versben. És mondta Isten, legyen mennyezet a víz között, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztja a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől, és úgy lőn. Itt is. Úgy lőn. Nincs idő. Istennek nincs szüksége arra, hogy elteljen 1000 év, hogy valami úgy legyen, amikor ő szól. Ő szól, és az úgy lesz. A 9. versben. És mondta Isten, gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz, és úgy lőn. Ez az isteni szónak az ereje. Isten szól, és az úgy lesz. Tovább, 11. vers. Aztán mondta Isten, hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn. Isten szól, és az úgy lesz. Ugyanez megtalálta a 14. és 15. versben, és mondta Isten, legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek, és legyenek világítókul az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre. És úgy lőn. Isten, amikor szól, az úgy lesz. A 20-21. vers. És mondta Isten, pesdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és madarak repdessenek a föld felett az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagyvízi állatokat, és mindazokat, a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. Itt nem jelenik meg az, hogy úgy lőn, de itt a 21. vers azzal kezdődik, hogy és teremté Isten, jelen idő, ott és akkor nem volt az, hogy na, hát gondoljuk át, mik legyenek, hogy mint, na mégis annyi féle madár, annyi faj, annyi típus, na mégis ez idő kellene, nem? Isten szólt, és úgy lett. És a 24. vers azután mondta az Isten, hozzon a föld élő állatokat, nemök szerint, barmokat, csúszómász állatokat, és szárazföldi vadakat, nemök szerint, és úgy lőn. Az isteni szónak ereje van. Isten szól, és az úgy van. Nem tudom, ha elég világos, nem tudom, hogy hogy lehetne ennél világosabban vagy érthetőbben leírni, de azért vettük át az összeset, hogy elég világos és érthető legyen, hogy megértsük azt, hogy amikor Isten szól, akkor az úgy lesz. Aki időt mer tenni a szó és a valóság közé,
az evolucionista. Nem számít, hogy kevés időt, akár csak egy másodpercet, 10 percet, egy órát, vagy sok időt, éveket, millió éveket teszünk. Ez csak a mértékét határozza meg, hogy mennyire vagyunk evolucionisták. Aki azt gondolja, hogy idő kellett ahhoz, hogy Isten kimondja és meglegyen, idő volt a két dolog között, az nem ismeri el a teremtést. Ilyen egyszerű. Az a teremtés, hogy ő szólt és lett. Így az evolucionisták logikusan teszik félre Istent és az ő szavát, mert az evolúció elmélete teljes ellentét a teremtéssel. Semmilyen kapcsolat nem lehet. A teremtés az azonnali, Isten szavában benne van az erő, hogy létrehozza azt, amit ő mond. Amikor Isten szól az igéjében, abban benne van a teremtő erő. Ez volt az isteni szó kezdetben, a teremtéskor. Örök élet volt benne, élő és élettel teljes volt. Maga Istennek az élete volt benne, mert ez a természetének a része. Örökké teremtő ereje van ennek a szónak, hogy lássuk, hogy ez így van. Keressük meg János evangéliumának 6. fejezetének a 63. versét. János 6, 63. A versnek a második fele az, amire figyelünk, de olvassuk az egészet. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Ezt mondta Jézus, amikor a földön járt. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Ebben van az erő, ebben van az élet. Isten szavában. Ez sok helyen észrevehető, nézzünk meg néhány esetet a Bibliából. Ott van a római százados, aki Jézushoz jön, jól ismerjük a történetet. Egy olyan hitleckét ad a zsidóknak, amely elképesztő. És ekkor egy nagyon érdekes dolgot vettünk észre. Ott volt a százados, aki Jézushoz jött, akinek problémája volt, aki látta Jézust, látta őt járni, kelni, látta azt, hogy amikor ő szól, amit mond, az úgy lesz. Akkor is, ha az nincs, látta, hogy a betegek meggyógyulnak, látta azt, hogy ez a tanító, amit mond, az valóság. Akkor úgy gondolta, hogy miért ne éljek azzal az előjoggal, hogy én ezt kihasználhatom. Itt vagyok, és tapasztalhatom az erejét. És ezzel kontrasztban ott voltak a zsidók, akik ismerték Isten szavát, a könyv népének vallották magukat, ők voltak Isten népe, olvasták Isten szavát, prédikálták, tudták, hogy mit ír Ézsaiás az 55. fejezetben, a 10 és a 11. versekben, ahol az van megírva, hogy az én beszédem megcselekszi, amit akarok, és ők tudták ezt. És azt mondták, hogy igen, ez így kell legyen, ez meg kell, hogy legyen, ez így van, szükségét látjuk, és megtesszük, amit mond, próbálkozunk, és sok időbe telt nekik. Rengeteg időbe telt nekik. Olyan sokba, hogy sose jutottak el arra, hogy az Isten beszéde megcselekedje bennük azt, amit Isten szeretett volna, hogy megcselekedjen. Elkezdték, amit Isten mondott, de sosem fejezték be azt, amit Isten szeretett volna, hogy véghez vigyen az ő beszéde. Mik voltak ők? Evolucionisták voltak. Abszolút teljes mértékben evolucionisták voltak. Ott volt Isten szava, vallották, hogy elismerik a teremtő erejét, de a saját életükből kihagyták, és magukra vették a cselekvést. Magukra néztek azért a folyamatért, amely eljuttatta volna őket oda,
hogy az ige és ők egyeztek volna, hogy többé nem lett volna ellenségeskedés ez a kettő között. És mik voltak ők? Egyértelműen evolucionisták. Sajnos sokan ezek vagyunk mi is. Az eljárásunk sok esetben ellenséges a teremtéssel. Az ő eljárásukban sem volt ott a teremtés. Nem lettek újjá, nem volt új élet bennük. Nem valósította ezt meg Isten ereje, és nem azért, mert nem volt benne az erő, hanem azért, mert ők nem akarták. Ők akarták megvalósítani, és olyan messze kerültek a Teremtőtől, hogy elvetették, Jézusban elvetették, és keresztre feszítették. Ez az evolúciónak a következménye, és minden esetben ide jut. Róluk mondta azt Jézus a római századosnak, hogy nem találtam ilyen hitet Izraelben. A római százados látta azt, hogy a zsidók nem értékelik Jézust, nem törődnek vele úgy, ahogy kellene, látta azt, hogy nem veszik észre, hogy amit mond, az úgy van. De ő kihasználta azt, hogy Jézus ott volt, hogy Jézussal találkozhatott, és próbára tette Istennek a teremtő erejét. Nem tett többet, nem kísértette az Istent, azt mondta, hogy ha ez így van, lássuk az én életembe, és így van. És hitte azt, tudta azt, hogy Jézus nem kell elmenjen, hogy csodát tegyen. Ő tudta azt, ha szól, az már bőven elég, mert amikor ő szól, az meg lesz, amit mond. Ő megpróbálta azt, amit látott, és megtapasztalta Isten erejét. Jézus azt mondta neki, hogy legyen a te hited szerint, és a szolgája meggyógyult. Mennyi idő kellett neki? Mennyi idő kellett a kimondott ige és a valóság között? Eltelt 20 év, a római százados hazamegy, eltelik 20 év, lejár a szolgálat, és akkor mondja, te nézd, meggyógyultál, egyszer Jézus mondta, hogy gyógyulj meg, és most 20 év után ez igen, működik. 10 év? 5 év? Kellett az út, míg hazament? Nem. Jézus kimondta, és az valóság volt. Amikor szólt, az úgy lett. Egy másik nagyon jó szemléltető eset, a leprás esete. Ő is megragadta az ígét, megragadta Jézus, szaván fogta és megpróbálta Istent. És azt mondta, ha akarsz, megtisztíthatsz engem. Jézus azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. És mikor tisztult meg? Hogy olvassuk? Márk evangéliumának az első fejezetében, a 41 és a 42. versben. Mondanéki, akarom, tisztulj meg, és amint ezt mondja vala, azonnal eltávozik tőle a poklosság, és megtisztula. Mennyi idő? Semmi. Nincs idő. Jézus kimondta, és amint ezt mondta, azonnal eltávozik a poklosság, és megtisztul. Elég egyértelmű, hogy Istennek a szavában benne volt az erő akkor is, amikor Jézus a földön járt. Nem változott a teremtés, és Jézus földre, földi szolgálata közti időben. Kezdetben erő volt az ígében, és Jézus bebizonyította, hogy az még ott van. Ez a szó, ez az ige, ez az isteni ige szól ma hozzánk. Olvastuk, valljuk, és hiszünk benne. Hisszük ezt, oda helyezzük magunkat, hogy megpróbáljuk az Istennek a szavát, hogy többet nem teszünk időt, időintervallumot az íge és a beteljesedés közé, hogy többet nincs semmi köztünk és a teremtő, vagy köztünk és a teremtő erő közt. És most figyeljünk nagyon.
Jézus mondta egy bizonyos embernek: megbocsáttattak a bűneid. Mennyi idő kellett, míg ez így lett? Mennyi idő kellett? Nem kellett idő. Amikor kimondta, ez valóság volt abban a pillanatban. Amikor Isten szólt, az úgy lett. Nem volt idő a megbocsátás kimondása és ennek a valósága között. Ez az ige szól ma nekünk. Miért hagynánk, hogy bármennyi idő is elteljen az ige és a valóság között? Az előbb láttuk azt, hogy a teremtéskor Isten szólt, és az valóság volt. Láttuk azt, hogy Jézus, amikor szólt, az valóság volt. Tudjuk azt, hogy Istennél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Akkor miért kellene most, bármennyi idő is elteljen az ige és a valóság között? Miért kellene bármennyi idő is, amíg a bűnbocsánatunk valós lenne, amíg ez valóság? Egy nagyon fontos alkalomra jöttünk el a mai délutánon, mert ez vízválasztó lesz. Mert állást kell foglaljunk, ez egy élet-halál kérdés, hogy hogyan távozunk innen. Evolúcionistaként vagy kreacionistaként? Nincs köztes út. Aki időt mer tenni az ige és a valóság közé, az evolúcionista. Isten így szól ma hozzánk. Ember, a bűneid meg vannak bocsátva. Asszony, a te bűneid meg vannak bocsátva. Miért hagynánk, hogy bármennyi idő is elteljen a kimondott ige és a valóság között? Miért hagynánk? Miért hagynánk? Jelen idő van használva. Benne van az erő ebben a szóban, hogy eltávolítson minden bűnt. Mindent. És újjá teremtsen bennünket. Új teremtmények legyünk. El tudjuk ezt hinni? Hisszük-e ezt? Az az őszinte vallomásom, nekem krízis helyzetben, amikor minden talaj kimegy a lábam alól, hogy nem látom ezt. De mégis nincs más lehetőségem, mint hogy higgyem azt, hogy Isten ezt mondta, és ez a valóság. Mert akármennyire rosszul mennek a dolgok, fizikailag, szellemileg, lelkileg, érzelmileg, emocionálisan tönkre mennek a kapcsolatok, Isten azt mondta, hogy újját tesz, és rendbe hoz mindent. Ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy hát az én életemben nem. Másnak lehet, XY-nak a gyülekezetből, ő jól viszi, neki lehet, de tudod, én más helyzet vagyok, kemény dió, és bűnös, és miért tenném ezt? Nem látom magamba, de ez nem is tőlem függ. Ez abszolút nem tőlem függ. Vagy mondhatjuk azt evolúcionistaként, és állhatunk arra az álláspontra, hogy nem látom, hogy ez hogy lehetne, túl rossz vagyok, próbáltam, ó, annyit próbálkoztam, próbáltam a jót, próbáltam így, próbáltam úgy, de minden csak rosszul sikerült, abszolút. Csak lent. Sose tudtam fent lenni hosszú ideig, és megragadni ott. Sokan vágytak új és tiszta szívre, és mondták azt, hogy én hiszem ezeket, mindent elfogadnék, ha biztos lennék a sikerben, de annyi rossz van bennem. Honnan tudhatnám, hogy ez mégis valóság lehet? Nincs bizalmam ehhez. Az ígében a következőt találjuk. Dávid, amikor lent volt, annyit mondott, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Ennyit mondott. Ez csak teremtés által lehet valóság. Ezt találjuk Ezékiel prófétának a könyvében, a 36. vers, a 36. fejezet 26. versében, amikor Isten ígéretet tesz, akkor és ott, itt és most, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. Csak attól függ, hogy elfogadjuk és megragadjuk az isteni szót,
vagy sem. Az ígéret ott van, ezen nem fog múlni, Istennél nincs változás, vagy változásnak árnyéka a legkevésbé sem. Ezt mondja ma Isten ígéje nekünk. Hogy fogunk elmenni innen? Az íge szól, hatni akar, és azt akarja, hogy ne legyünk többé evolúcionisták. Azt akarja, hogy hagyjuk, hogy ne tegyünk egy pillanatot se az íge, a kimondott íge és a valóság közé. Hagyjuk, hogy az íge élő és ható legyen a mi életünkben. Egyetlen egy pillanatot se engedjünk eltelni. Mondhatnánk azt, hogy igen, akarom, ez lesz, hiszem, de aztán kimegyünk, és várunk a következő szombatig. Várunk a következő alkalomig, és így telnek az évek, múlik az idő, múlnak az alkalmak, és maradunk egy helyben, pedig várjuk a fejlődést, és az érzéseink függvényében azt várjuk, hogy valami változzon. Míg sokan haboznak a hit és a szentség titkának megértésében, megoldást kaphatnának a problémájukra, kijelentve, tudom, hogy Jézus Krisztus az én osztályrészem örökké. Erő van a kimondott ígében, csak el kell fogadni. Tudom, hogy Jézus Krisztus az én osztályrészem örökké. Ez a hitnek és a szentségnek a titka. Nincs más titok. Azonban az egy rejtély, hogy az hogy lehetséges, hogy mégis a mi bűnös testünkbe ez megvalósuljon, de most nem ezzel a rejtéllyel foglalkozunk. A kérdésünk az, hogy van-e teremtés? Van-e egy olyan hatalmas és erős teremtő, aki ezt, amiről beszélünk, véghez vigye a mi életünkbe? Aki tiszta szívet teremt bennünk, tudunk-e hinni ebben? Hiszünk a teremtésben? Teremtés hívőkké leszünk? Az íge mondja, tisztuljatok meg. A leprásnak akkor mondta, és azonnal megtisztult. Most nekünk mondja, és mi fog történni? Bízzunk az ígében itt és most. Ugyanaz az erő, ugyanaz a valóság, ami ott volt, most is itt van. Szól hozzánk. Mit választunk? Ha elfogadjuk a hozzánk szóló ígét, akkor új teremtmények leszünk Krisztusban. Ha elfogadjuk az ígét, ami szívünk sötét és üres terébe hangzik, akkor Isten világosságot fogod gyújtani. A bűnben szenvedő leprások mi megtisztulhatunk, ha elfogadjuk. Hogyan? Az íge azt mondja, hogy tisztulj meg. De mégis hogy lehetünk ebbe biztosak? Megvan a megoldás. János evangéliuma 15. fejezetének 3. verse. Mit olvasunk itt? János evangéliumának 15. fejezetének a 3. verse. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Itt a biztosítékunk. Tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Micsoda áldás! Olvassuk az ígét, elfogadjuk, elmélkedünk, és mi ez? Ez a teremtés. Ez a kreacionizmus valósága. Isten mindent megteremt, amit mondott. Nincs olyan, hogy ő valamit mond, és az ne legyen valóság. Ez a mi életünkben történhet. És amikor ez történik, csak akkor van értelme a szombatnak is számunkra, mert végső soron mi a szombat? A teremtés emlékműve, emlékünnepe. És csak azt tudja igazán, hogy mit jelent a teremtés, aki ismeri a teremtőt, és ismeri a teremtő erejét.
Ha ez nincs meg, akkor a szombattartásunkból hiányzik a lényeg. Ha nincs benne a teremtő, a teremtőnek az ereje, és nem ezt tekintjük, akkor hiányzik az alap. Egy nagyon jól ismert Biblia szöveget, ha megkeresünk, ott Isten azt mondja, hogy a szombat jel, hogy ő az Úr. És hozzátehetnénk azt, hogy minden dolognak a teremtője. A szombat a jele annak, hogy ő az Úr, és ő minden dolognak a teremtője. És hogy biztosak legyünk abban, hogy ez nem csak egy elmélet, olvassuk el az Efézusbeliekhez írott levél második fejezetének a 8-tól 10-ig terjedő verseit. 8-tól 10-ig. Efézus 2, 8-tól 10-ig. Mert kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Mit mond a 10. vers? Az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre. Ez a hitélet valósága. Nem kell jót várjunk magunktól, nem kell a jót kierőszakoljuk, fogcsikorgatva küzdjünk, hogy a jóban járjunk, mert az evolúcionisták azok, akik várják a jót saját maguktól, és küzdenek, és tesznek, és teljesítenek muszájból. Csak akkor lesz bármi jó bennünk, ha ez valóság. Ha Krisztus Jézusban jó cselekedetre teremtve leszünk. Másképp a jó cselekedetek nem valóság a mi életünkben. Ha jót akarunk tenni, ez csak Jézusban lehet, ha benne újjá leszünk, ahogy a második korintusi levélben olvassuk. Az 5. fejezet 17. versében. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. Ha ez a mi valóságunk, akkor valós a jó cselekedetünk is. Nem kell tovább fogcsikorgatva próbálkozzunk, nézzünk a Teremtőre, és fogadjuk el az ígéjét. Amit a Kolossé levélben is találunk, a 3. fejezet 16. versében, ami az ígét alapozza és erősíti meg bennünk. Kolossé 3.16-ban azt találjuk, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Ez az a beszéd, aminek értelme van. Ez az a beszéd, az az íge, amelynek ereje van. És így lesznek a jó cselekedetek valósága, így fognak ezek látszani, így lesz részünk a valódi keresztény békében, csendben, hitben, hűségben és növekedésben. Így lehet ez valóság. Amit olvastunk az Efézusi levélben, amikor benne, Krisztusban új teremtmények lettünk. Isten ezt mondja, ismerjük el, fogadjuk el ezt, és a jó cselekedeteket is, ami ezen kívül esik, azt pedig vessük el, mint a szemetet. Újjá lettünk benne, mondjunk hálát érte neki, mennyire csodálatos ez, mennyi időt engedünk az ige és a valóság közé. Mennyi időt engedünk, míg ez valóság lesz? Mik leszünk az íge fényében? Higgyünk a teremtésben. Isten mondja, nem tőlünk függ, nem kell magunkra nézzünk. Ez lehet a mi tapasztalatunk itt és most.
Kimehetünk új emberként az ajtón. Már most újjá lehetünk. Miért várnánk addig, míg kimegyünk? Érthető-e az, hogy így, ha a teremtésben hiszünk, nem kell sok idő ahhoz, sok, hosszú, kimerítő, fárasztó folyamaton átmenni ahhoz, hogy találkozhassunk Jézussal. Érthető-e az, hogy sokan magunkra nézünk, és hosszú időt látunk szükségesnek felkészülni a vele való találkozásra? Miért? Mert a fejlődés útján keressük azt, hogy készek legyünk. Fel akarunk fejlődni oda, hogy elég jók legyünk. De ha a teremtésben hiszünk, és ezáltal történik, akkor ez gyorsan és biztosan véghez megy. Gondoljunk csak a Latorra a kereszten. Biztos, hogy voltak problémái, zűrös élete volt, az íge szólt hozzá, és újjá teremtette ott helyben, akkor. Hagyjuk, hogy az íge elvégezze bennünk azt, amit mond, és így felkészítsen a vele való találkozásra. Napról napra legyen ez a tapasztalatunk. Hisszük, hogy amikor szólt, akkor világok álltak elő. Világosság lett, a leprás megtisztult. Hisszük azt is, hogy amikor azt mondja, hogy akarom, tisztulj meg, az nekünk is szól. Hisszük, hogy ez a miénk lehet. Abszolút hisszük ezt. És így nem kell hosszú idő ahhoz, hogy az ige kimondása és beteljesedése valóság legyen. Higgyünk a teremtésben. Ne hagyjunk egyetlen egy pillanatot se az Isten értünk kimondott ígéje és a bennünk való beteljesedése között. Így a teremtés jelenében élve, a teremtővel járva, erejétől támogatva, így egy ilyen néppel Isten hamar, nagyon hamar meg tudja mozgatni az egész világot. Mert végső soron mi vagyunk azok, akik arra vagyunk elhívva, hogy hivogassuk az embereket a mennyei vacsorára. És a felhívás ott van Lukács evangéliumának a 14. fejezetében, a 17. versben. Megtaláljuk azt, hogy mit kell mondjunk az embereknek. Gyertek, gyertek, mert immár minden kész. Ez kell legyen a mi üzenetünk. Ezzel kell a bűnös világot hívogassuk Istenhez. Gyertek, mert immár minden kész. De hogy tehetnénk ezt, ha mi nem vagyunk készen? Hazudnánk és képmutatóskodnánk. De amikor a hívóban, abban, aki a hívást intézi, a Teremtő dolgozik, és a hívásban van az íge, Teremtő ereje, amely felkészített, megtisztított, amely által készek lettünk a jó cselekedetekre, és ebben vagyunk benne, ezzé lettünk újjáteremtve, ez, amely megtart, és így megyünk a törvénytelenségbe süllyedt világnak szólni azt, hogy gyertek, mert immár minden kész, akkor ez hallatszani fog, és ez erővel fog hallatszani az egész világon. Láthatjuk azt, hogy mennyire evolúcionisták voltunk. Feladjuk? Én azt mondom, hogy jöjjünk, legyünk kreacionisták, és éljünk. Legyünk valóban a szombat megtartói, bízzunk az Úrban, ő a megbocsátásunkat adja, ő a tiszta szívet adja, ő a szentséget adja, ő létre is hozza azt, amit mond. Engedjük, hogy megteremtse bennünk azt, amit mond. Amen.
Örök hazánkban, testvéreim, Jézus hívjárták, siessetek, hárfákat penget, angyalsereg, ide hallatszik, figyeljetek. Testvérem, készülj, vár rád a menny, ajtaja nyitva, vár, hogy bemenj, ne hallgass arra, ki lebeszél, míg Jézus hangja belépni kér. Örök hazánkban, testvéreim, megváltunk várfem, ó, jöjjetek, azt már tudjátok, ő szeretett, szavának mindig engedjetek. Testvérem, készülj, vár rád a menny, ajtaja nyitva, vár, hogy bemenj, ne hallgass arra, ki lebeszél, míg Jézus hangja belépni kér. Nincs vonzóbb hely, ha menj országnál, a szeretet hív, mást hallgatnál. Senki sem túl rossz, csak bátran jöjj, Jézus mellett majd van a helyed. Testvérem, készülj, vár rád a menny, ajtaja nyitva, vár, hogy bemenj, ne hallgass arra, ki lebeszél, míg Jézus hangja belépni kér. Köszönjük szépen az üzenetet. Meghívom a gyülekezetet, hogy a 153-as számú énekkel fejezzük be Isten tiszteletünket. Nyájasan szól, ma még megváltunk szava. 153.
Mennyi jó atyánk, köszönjük neked azt, hogy te szavad a teremtéskor élő és ható volt. Köszönjük neked azt, hogy Jézus bebizonyította, hogy a te szavad élő és ható volt. És köszönjük neked azt, hogy a te ígéd ma is bizonyítja azt, hogy a te szavad élő és ható. Köszönjük neked azt, hogy felvilágosítottál arra, hogy mit jelent egy mindenható teremtőben hinni. És köszönjük neked azt, hogy te hajlandó vagy bennünket újjáteremteni, vágysz arra, hogy újjátegyél, és vágysz arra, hogy teljes, valós, erős keresztényekké tegyél. Köszönjük neked az ígéreteidet, köszönjük neked azt, hogy ez valóság, és alázatosan gyermeki szívvel járulunk eléd a te kegyelmi trónusodhoz, kérve azt, hogy a csodát tedd teljessé a mi életünkben is. Tedd meg azt, hogy ez valóság legyen mindannyiunk életében, és hogy drága fiadnak vére, amely kifolyt a Golgotán, ne legyen hiába való a mi esetünkben. Köszönjük neked ezt a nagy áldozatot, ezt a nagy szeretetet, amelyet kinyilvánítottál irántunk, és amelyről biztosítasz minket alkalomról alkalomra. Amen. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.